A rendszerváltozást követően létrejött a Kárpátaljai Magyar Művészek Révész Imre nevét viselő társasága. Révész Imre Nagyszőlősön élte le élete nagy részét, és ott is alkotott, és hát tudjuk, hogy jó néhány képe van a Nemzeti Galériában, a Szép Művészeti Múzeumban. Tehát ezek a festők, ezek a fiatalok, akik létrehozták a nevéről elnevezett társaságot, joggal voltak rá büszkék, és az ő hagyományait szerették volna követni. Itt ebben a társaságban vállalt jelentős szerepet Erfán Ferenc is, aki jelenleg a Kárpátaljai Szép Művészeti Gyűjteménynek az igazgatója. Ez a gyűjtemény Boksai Józsefnek a nevét viseli, és róla pedig nem csak azt kell tudnunk, hogy nagy nevű és nagy tudású képzőművész volt, hanem azt is, hogy Erfán Feri a nagyapját tisztelhette benne, aki a világháborút megjárva kipróbálta a gulág táborokat is, és onnan hazatérve, feledve mindazt, ami szenvedés volt, teljes tehetségével és tudásával látott hozzá, hogy Kárpátalján olyan festőgenerációt neveljen, amely öregbíti majd ennek a tájnak a hírnevét. A háborús idők idején, 1940 táján egy művészettörténész, bizonyos Aba József azt találta leírni, azt a találó mondatot, gondolatot, hogy a kárpátaljai képzőművészet ott kezdődik, ahol a lélek ráeszmél a tájra. Ezt a gondolatot jól ismerjük, és ez valóban így is van, mert a táj és a lélek különös találkozásából születnek az igazán szép alkotások. Erfán Ferenc ezt a hagyományt folytatva nem csak a tájat festi, hanem a tájnak azokat a jellegzetességeit és azokat a különlegességeit, amelyeket a történelemmel köthetünk össze. Azzal a viharos történelemmel, amely Kárpátalját évszázadokon át alakította, befolyásolta, és itt elsősorban a várakról, a várromokról festett alkotásait említhetném meg, de az embereket is, hiszen a portréfestészetnek is egyik legismertebb és legjobb művésze ő jelenleg Kárpátalján, de a tájat, a természetet, a virágokat is nagyon kedveli a folyóvölgyeket, és hát mindezen túl Erfán Feri egy olyan művész, akit nem csak Kárpátalján, hanem Magyarországon, határokon túl is jól ismernek, és a kárpátaljai magyar festői hagyományoknak azt hiszem az egyik legjelesebb, legnevesebb képviselője ma is. Én hál' Istennek végigkövethettem a munkáit, vagy munkásságát, és láttam azt a hihetetlen fejlődést, amin keresztül ment. Tehát mert ő nem feltétlenül festőnek készült, de már akkor is hihetetlenül a finom érzékenysége az volt, ami engem megkapott. Tehát, hogy ha még nem is volt olyan tökéletes az ábrázolás módja, mint ahogy most láthatjuk, akár a csendéletein, akár a tájképein, nem beszélve a portréről, tehát ami olyan belső értékeket emel ki, és olyan pillanatnyi víziókat, tehát amikor ránézünk egyik képre, látom azt a képet, látom, itt van előttem az ung. Amit Kodálya a hangokkal tett, ő ezt teszi a színeivel. És ugye ez az impresszió, tehát az, hogy ezekkel az éles, gyönyörű, tiszta színekkel egy világot ad át, az ő gondolkodásmódját, az ő világát nyújtja. Sokféle képen lehet megoldani egy is ugyanazt a problémát. Hogy az, amikor ott van a vászon, az ember rájön, hogy egymillió egy metódus van, hogy lehet azt megoldani. És mégis valahogy azt az egyet választja. Tehát ezek is már stílusjegyek, amik akaratlanul is előbukkannak a képeken bárkinek, ugye? És nem csak rám jelez, mindegyik emberre jellemző. Csak a tapasztalat az adja, hogy így is meg lehet oldani, úgy is meg lehet oldani, és minél tovább megy az ember, annál bonyolultabb dolgokat lehet megoldani. Bonyolult pszichológiai problémákat is, hogy hat az emberre. Ugye a szín is egyik így hat, másik így hat, tehát ezek is közrejátszanak, minden közrejátszik. És a művész csak ott van, hogy,
hogy ezeket az érzéseket valahogy egy ilyen csokorba tudja tenni.